Nem olyan régen találkoztunk veled itt a házasságkötőteremben, akkor egy másik sorozatról beszéltünk. Most egy újabb sorozat kezdődött itt, nem tudom, ez a hanyadik alkalom, és milyennek a sorozatnak a lényege. Igen, ez a második alkalom a Rajtad múlik tégy a házasságodért rendezvénysorozatnak. Ugye az előző gyermekeknek szólt, ez pedig felnőttek számára kifejezetten, méghozzá házaspárok részére. A Nemzeti Együttműködési Alap hirdette meg ezt a pályázatot. Ennek keretén belül rendezzük ezt meg, és hát ugye kifejezetten házaspárok, illetve családosok részére, ugye hát nem titkolt missziója egyesületünknek az, hogy a házasságot erősítse, ahol tudja, tehát valami fajta féle módon ebben azért tudjunk segíteni, és nem csak a krízisben lévő házaspároknak, hanem akik esetleg úgy gondolják, hogy lehet, hogy a jövőben lesz problémájuk, és segítenek ezek a gondolatok, amiket itt hallanak. Amit igazából tudni kell erről a rendezésorozatról, hogy ez teljesen ingyenes, és természetesen nyitott mindenki számára, tehát nem csak a tagcsaládok számára. Úgy látom, nagyon az érdeklődés egyébként ez iránt, majdnem, hogy tele volt a terem. Honnan kerültek ki azok, akik eljöttek ide? Honnan toborozzátok a nézőket, hallgatókat? Hát főként ugye a plakáton látható, illetve Facebookon ismerettségek, amiket, de nagyon terjed a híre, tehát azt gondolom, hogy látszik is a telítettségén a teremnek. Az első alkalommal például 28 pár volt itt, de volt olyan, aki egyedül is eljött, tehát nem kötelező ugye az, hogy a házaspárok jöjjenek mind a ketten, tehát az is nagyon érdekes volt, hogy ugye olyan emberek is jöttek, aki egyedül jön el, akár a férj, akár a feleség, és hogy őket is érdekli ez, hogy csak az egyik részt tegye, tehát valóban nagyon nagy érdeklődés. Erre azt gondolom nem véletlen. Tehát lássuk be, hogy azért Magyarországon bármennyire növekszik a házasságkötések száma, azért a válások száma is sajnos nagyon növekszik. Azt gondolom, hogy az érdeklődésnek talán az is lehet egy oka, hogy nagyon nevesek az előadók, hiszen tudjuk, hogy Szőke Attila, illetve a feleséget amúgy is párterápiával foglalkoznak, és már többször tartott a Dunakeszin hasonló témában előadást, úgyhogy gondolom, hogy úgymond a törzs közönségük is eljön és kíváncsi rájuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem először találkozunk itt veletek, hiszen ha jól tudom, akkor a házasság hete is nagyon közel áll hozzátok, és akkor is hasonló témában szoktatok előadást tartani. Ennek a mai összevetelnek mi volt a témája? Arról beszélgettünk, hogy történnek az életben velünk olyan események, amik nem is extra élethelyzetek, hanem az élet úttal járnak együtt, amikben mégis nagyon igényeljük, hogy a másik velünk legyen, és ha ez a jelenlét nem teljesül, akkor tudunk csalódni, és aztán valahogy ezeket eltemetjük magunkba, de érzelmileg mégis kihúzódunk a kapcsolatból. Ugye a nők sokkal inkább tüskések lesznek, aztán idővel ők is kihúzódnak a vitákból már talán. A férfiak meg maguk elől is lezárják az ilyen fájdalmas eseményeket, és ebből egy szép fal épül a házaspár közé. Nagyon megdöbbentő, amikor jönnek hozzánk házaspárok beszélgetni, és kiderül, hogy 7 éve, 10 éve nincs házas életük, nem tudnak igazán beszélgetni, de mégis azért próbálnának törekedni, egy-egy próbálkozás van, de újabb sérüléssel jár, és erről beszélgettünk most a házaspároknak, hogy lehet ezzel mit kezdeni, hogy van lehetőség ezt a falat lebontani, és hogy mi a titka ennek. Mi a tematikája egy-egy ilyen összejövetelnek? Úgy építettük föl ezt az előadás sorozatot, hogy minden egyes része, minden egyes állomása összefügg. Ma is jeleztük, hogy a megbocsátás folyamata nagyon is előfeltételezi a múltkori alkalomban elhangzottakat. Tudnélik, hogy tudjuk lecsendesíteni azokat a felfutó párbeszédeinket, egészen elemivé váló összecsapásainkat, amelyek megakadályozzák pontosan az ilyen megbocsátási helyzeteket is. Ennek nyomán fogunk majd tovább lépni, és a következő tematikában és a következő előadásokban hozni, hogy hogyan tud még elmélyülni az a kapcsolat, amiben meghittséget, intimitást, közelséget, érzelmeket keresnek a párok. És aztán terveink szerint január-februárban mindezt sokkal részletesebben, már egy szűkebb körben néhány házaspárral együtt egy tréning folyamán is végigvennénk. Ezek olyan gyakorlati készségeket adnak a pároknak, hogy megelőzzék, mielőtt még valami nagyobb baj lenne. Így is jelezzük ezeket, ez egy primér, preventív folyamat és munka, amiben részt veszünk, hogyan tartsuk karban a házasságunkat, mielőtt valami komolyabb felhők gyülekezni kezdenek. A megbocsátásban nem
teljesen szétvetemedett párokról van szó, hanem olyan sebekről és sérülésekről, amelyeket lehet, hogy több éve hordozunk már, de érdemes elővenni és kitisztogatni ezeket. Úgyhogy sokan, mint egy olyan 15-20 párral foglalkoztunk ma, ebben szeretnénk tovább lépni és folytatni a következő előadással. Én úgy láttam, hogy főleg fiatal párok voltak itt, de hát a 30 alatti talán lehet mondani az átlag. Ezt akkor azt jelenti, hogy ez a korosztály tudatosabban óvja a házasságát, vagy a kezdődő kapcsolatot, és az idősebbek azok, akik nem annyira tudatosak, és amit mondtál, már megtörténik velük? Hát azért általában egy 10 év házasság leszokott futni ahhoz, hogy visszanézzenek, vagy mérlegre tegyék azt, hogy mi volt ebben jó nekik, és mi miatt érdemes tovább csinálni, vagy éppen miért akarják ezt megszakítani, ezt a kapcsolatot. De vannak olyan házaspárok, ahol a gyerekek érkezésével úgy elnehezednek a dinamikánk, hogy 5-6 év múlva is már ott tartanak, hogy muszáj magukra reflektálni, és nem tud eltelni több idő. Úgyhogy én remélem, hogy minél előbb jönnek, hiszen a kisgyerekes időszak azért nagyon megterheli a 30 éves házaspárokat, és nagyon nagy dolog az, hogyha egy-egy ilyen alkalom után akár csak egy-két este tudnak erre visszagondolni, erről beszélgetni. Az a házaskör, amit mi is csinálunk a gyülekezetben, ott is azt mondták, a fiatalok azt fogalmazták meg, hogy olyan jó havi egyszer eljönni ide, sokkal jobb, mint a moziba mennénk, mert utána beszélgetünk magunkról tovább is, hogy ez nekik egy nagy lehetőség. Mikor lehet legközelebb találkozni veletek, és aki nem volt a korábbiakon, az be tud-e még kapcsolódni? Bátorítjuk azokat is, akik az első két alkalmon nem voltak, mert jól lehet, azt mondtam az előbb, hogy egymásra épülő a tematika, de mindig egy kicsit ismétlünk is, tehát visszatekintünk arra, hogy milyen alapokból indultunk és hogyan jutunk tovább. Két alkalom van még hátra, éppen a közepén járunk, november 10-én és 24-én, ez két péntek este, várjuk szeretettel 17:30 ide a házasság kötőterembe az érdeklődőket, egy térítésmentes pályázattal megvalósuló előadássorozatról van szó. Azért is érdekes most bekapcsolódni, mert akik ezt a sorozatot végighallgatják, a Nagy Családosok Országos Egyesületének szervezésében az itteni Diófa kör alakította ezt, és hozta ezt létre. Van egy megállapodás, hogy akik részt vesznek ezeken az előadásokon, közülük választják ki majd azokat a párokat és jelentkezőket, akik majd az intenzív tréningre január és február során bekapcsolódhatnak. Akkor meg érdemes jönni. Köszönöm szépen!